DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Azzal elégedett vagyok, hogy nem kaptunk gólt ismét. Nyilván idegenben jó az X, de nyerni kellett volna, úgy gondolom. Sajnos az előrefele játékunk nem úgy működött, ahogy az kellett volna, ahogy az megszokott volt. Sokszor járattuk a labdát, jó pálya volt, lehetett egyérintővel passzolgatni. Helyenként a Békés Csaba valamikor nem is nagyon találta a labdát. Úgy gondolom, egy nagyon nehéz mérkőzés volt. Békés Csabán kevesen tudnak nyerni, tavasszal jól is menetelnek. Nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal, de úgy gondolom, hogy volt ebben több is, és lehetett volna ez három is, de most jön a következő mérkőzés szerdán, és itthon kell tartanunk a három pontot. A 86. perc körül szólt a Lippai Józsi, hogy kezdjem egy kicsit börgetni, mert be fogok állni a végén, az utolsó percekre. Három percet töltöttem a pályán, az volt a hosszabbítás. Úgy érzem, hogy úgymond egész jó volt, tudtam két paszt is megcsinálni a Nikházi Márkkal, úgyhogy nagyon jól jött. Aztán még volt egy beadásom, úgyhogy úgy gondolom, hogy három perc alatt ez elegendő volt. Tudtál aludni az éjszaka? Hát, muszáj volt aludnom, mert másnap az NB3-as csapatban játszanunk kellett, amit sikerrel vettünk, nyertünk 3-0-ra, úgyhogy muszáj volt pihennem. Persze, gratulált mindenki, meg kötekedtek is úgymond, hogy lejövök NB1-ből, de hát próbáltam nem odafigyelni, persze mindenki csak poénból szánta, de mindenki gratulált. Nyilván a győzelem a cél. Itthon úgy gondolom egyre erősebbek vagyunk. Hogyha az a támadó játék, ami most elmaradt múlt héten, az most előjön megint, akkor úgy gondolom, hogy ugyanolyan meccset láthatnak a szurkolók, mint a haladás ellen. Én általában most a négy védő előtt kapok szerepet, egyedül vagyok védekező középpályás. Most ez nekem nagyon fekszik, nagyon szeretem. Nagyon fölfel nem is szoktam menni, de nekem is az a feladatom. Úgy gondolom, hogy az elmúlt meccseken ez jól sikerült, és próbálom ugyanezt a teljesítményt nyújtani. Ugye nem játszott az Elek Ákos, egy kicsit hiányzott az előfele játékba, de most reméljük szerdán felépülés és tud majd játszani. Kellemetlenek voltak a csatárok, a Kálvente mozgékony srác, jól cselez, a Punosevác viszont keményebb, a kezét is jól használja a fejeseknél, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk, hátul volt azért meló. Én úgy gondolom, hogy szerdán is ugyanennyi meló lesz, hiszen a Puskás Akadémiában is nagyon gyorsak a szélsők, illetve jó az összjátékuk, úgyhogy ugyanígy koncentrálnunk kell, hát és le kell hoznunk nullára. Hát szeretnék persze minél többet tölteni a pályán, az sem lenne baj, ha ugyanennyit, de szeretnék már ettől többet játszani, és végre a Diózsi szurkolók előtt is játszani.